Szent Márton jubileumi év 2016. Gyöngyösfalu 4 korábban önálló település Kispöse, Nagypöse, Ludad és Seregély háza egyesítésével jött létre. Pösének már a középkorban Szent Márton tiszteletére szentelt temploma volt. 1400-ból származó oklevél szerint a régi templom szentélyének középső ablaka határpontként is szolgált. Az új neogót templom pontosan a régi helyére épült, így 1928-ig Kispöse és Nagypöse egyesítéséig itt húzódott a két község határa. A jelenlegi templomot a régi lebontása után 1905-ben építették fel. Tervezője Ludwig Schöne, aki a környéken több templomot is épített. Szent Márton alakja az oltárképen és az üvegablakokon egyaránt felfedezhető. Az oltárképen a köpeny megosztás jelenetét festették meg. Az egyik üvegablakon a köpeny megosztás látható, a másodikon az a pillanat, amikor Mártonnak álmában megjelenik Jézus. A harmadik üvegablakon Márton, mint turi püspök látható. Szent Márton jubileumi év 2016.